Szép estét kívánok mindenkinek! Azt hiszem, hogy hallatszik a hangom, látszik-e a kép. Kérek szépen egy visszajelzést. Ma 2021. július 23-a van. Én Varga Bálint vagyok Horvátországból, és a mai esti olyan 40-45 perci konferenciát szeretném megtartani. Vannak olyan információk, mint minden héten, valamelyik héten kevesebb, valamelyik héten több, és ma a SkyWorld Community webinárra egy új linket kaptunk. Ezt ma délután küldte el az Irisa, úgyhogy remélem, hogy mindenki, aki tervezte hallgatni, hogy be tudott jönni, de van az öreg link is, az is működik, mert tudjátok, hogy hétfőn a webirodában mindig beteszik az egész heti programot, és ottan öreg link volt, kipróbáltam, az is működik, úgyhogy lehet, hogy itt vagytok. Ez egy megint egy valami Mirapolis, valami új design, de nem volt olyan komplikált, úgyhogy tudunk menni, megnézzük, hogy megy-e a szlájdok, oké. Okay. Én nem tudom, ti hogy lássátok a képernyőt, nekem itt egy mini kép van, de azt gondolom, hogy nektek, igen, megnyomtam a felvételt, köszi, múltkor elfelejtettem, de kisegítettek, úgyhogy köszönöm szépen. A cég alapítója Anatoly Eduardovics Junicki. Tudjuk, hogy a héten összehívta a csapatot, a gárdát, és 19-én és 21-én voltak tárgyalások Minszben, majd ezt később elmondom. A Junicki a vezető, és ő találta ki ezt a technológiát, most már lassan 45 éve. Már akkor volt neki olyan víziója, és én olvastam egy olyan, igaz csak úgy oroszul, egy iratot, mi 1989-ben már ő kijelentette, hogy lesz blockchain technológia, még senki a bitcoinról nem tudott, és ő már akkor tudta, hogy lesz egy olyan technológia, amivel nagyon sok dolgot meg lehet reálisan csinálni. Ugye a coinok, meg a tokenok, amik most a kriptovaluták, az is blockchain technológián van, de a szállítás, ez a hurszállítás, ez is blockchain technológiával működik, és ez azért fontos, mert nem tudja senki, semmilyen hacker letámadni, megállítani. Ez olyan, mikor kiadják a parancsot, akkor az megy, és nem tudja senki visszafordítani. Nem olyan, mint egy sima internet, vagy nem tudom, valamilyen kapcsolón valaki le tudja állítani. A Skyway egy teljesen új hur technológia, ami minden országban be tudják majd építeni. Engem ma hívott egy ismerősöm, van már egy másfél éve, hogy találkoztam vele Zágrába egy szeminárium után, leültünk, beszéltünk egy fél órát, Omán országból, az ott van Jemen és Szaúd-Arábia között, ő onnan származik, és most egy hónap múlva mennek ki a horvát üzletemberekkel, és megkért engem, hogy küldjek neki anyagot, mert ott a miniszterekkel összebarátkozott, mivel ő tolmácsol, beszél horvátul is, úgyhogy ott is el akarunk indítani majd projektet. Omán az nagyon gazdag ország. Jemen is van, de ottan politikailag nem olyan, meg szegényebbek, de mind a két országban van neki kapcsolata. Úgyhogy akárhol, Afrikába, Ázsiába, Amerikába, mindenhol ezt a szállítási rendszert fel lehet építeni, és most már annyira előre haladtunk ebbe a projektbe, hogy az idén már két projektet ugye építenek, és megvan nekik több mint 10 járműnek a tesztelése, certifikáció,
majdnem mindegyiknek megvannak a pályák, Belorussziában megvan, Sárgyában is, most a negyediket betonozták Sárgyába, úgyhogy ott is készül. Ha 2021-es évben lehet mondani, hogy elkezdődtek a célprojektek építkezés és üzemeltetése. Ez egy kinézetre is, meg külön ilyen különleges technológia, amit bármilyen ország, város, mint például Dubai, vagy nem tudom, Szingapur, New York nem szégyelik, ha egy ilyen technológiát bevezetnek, és a városukba meg lesz. Mi úgy kerültünk ide, hogy a Anatol Junicki próbálkozott erre a technológiáról, 450 millió dollár kellett, és elindult egy pár nagyobb befektetővel, de ilyen 1-2-3 millió dollár tudtak összeszedni. A bankokkal nem lehet tárgyalni, ilyen startup cégeket nem finanszíroznak, főleg nem ilyen nagy összeggel, és akkor elindultak crowdfunding investíció, ami azt jelenti, hogy alapítottak három céget, és a cégek avval foglalkoztak, hogy találtak kis befektetőket, és a mi esetünkben ez Sky World Community, akkor abban az időben Skyway Capital volt, most átnevezték a nevet, mert hosszú távon akarnak dolgozni, és már ilyen 25-50 dollár havi befizetéssel lehetett 8-10 hónapig befizetni, és vettünk egy csomagot. És nálunk is vannak kisbefektetők, még volt olyan csomag, ami egyszeri 15 dollár csak hogy letesztelni, meg több millió dolláros befektetők is vannak. Úgyhogy így kerültünk mi ide, most már 2014 óta, amikor elindult, ez most már 7. év, és igazán rövidebb időre tervezték, 3-4 évre, de voltak sok különleges dolgok, a koronavírus is, meg előtte is volt, most ne említsem mindet. Azok, akik már az üzletben vannak, azok tudják, de az a fontos, hogy minden ilyen nagy problémát átmentünk, és most már csak ilyen, hogy mondják, édes problémák vannak, hogy a kifejlesztett technológiát a anyacég, ugye, a GT Global Transport Investment, és aki irányítsa ezt, ez a Junicki String technológia az egész korporációt, ahol most ilyen 650 ember van, mint munkás, mindenféle mérnök, meg fejlesztők, akik dolgoznak a Junickival. A legújabb információk, amit összetudtam szedni ezen a héten. Ja, itt vannak még a csomagok. Tudjuk, hogy a 14.2 fázisban vagyunk most június 25-től, és a befektetési csomagokat még főleg a új befektetők meg tudják találni a webirodába. Vannak sokan, akinek még vannak ilyen kuponok, amit tudnak ajándékba adni, plusz 50 vagy plusz 100% tulajdoni hányadot lehet kapni, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni. Ahogy említettem, vannak legkisebb csomagok is, például 100 dollárért vagy 150 ezerért, ha valakinek több, akkor kell, hogy jelentkezzen a céghez, és kap majd ajánlatot, már csinálunk, most készítünk egy ilyen ajánlatot is, 1 millió dollárra vagy többre, úgyhogy vannak komoly érdeklődők is, nem csak egy helyen, hanem több helyen, és ez egy nagyon jó lehetőség, mert én most is ezt nagyon jó befektetésnek tartom, magamnak is, meg ismerőseimnek,
mert aki 2014-5-16-ba befektetett, igaz, több részvényt kapott, tulajdoni hányadat, mert részvény lesz a tőzsdén, de az már 6-7 évet vár. Aki meg most belép, az lehet, hogy majd jövőre meg tudja sokszorozni a pénzét. De 1-2 éven belül az biztos, hogy lehet, hogy 50-szer többet ér a befektetett pénze, mert tudjuk, hogy 1 dollárral akarnak kimenni a tőzsdére. A tőzsde kimenni az egy különleges process, amit tőzsde kivétel, egy különleges process, amit tavaly szeptemberben elindítottak, úgyhogy készen legyen minden, és azt mondták, hogy ilyen 10 és 15 hónap alatt mindennek késznek kell lenni, és a cég képes lesz kimenni a tőzsdére is. A tőzsdére ugye minél több célprojekt van építkezésbe, vagy már befejeződve, akkor annál többet ér. Azt tudjuk, hogy a cégnek az egész értéke már, mikor Londonban nyitották az első céget, 400 milliárd dollár értéke volt akkor a cégnek, ennyi minden patent, meg certifikát, meg minden, amit létrehozott a Junicki. Úgyhogy ez is mind belemegy az értékébe. Van egy projekt, amit a 15. fázisba, olyan másfél-két év kell, hogy megvalósítsák. Az egy 60 kilométeres gyorspálya, ami Abu Dhabitól indul a Dubai városra, és itt akarják letesztelni és megkapni minden engedélyt a 500 kilométer sebességre. Lehet, hogy láttátok most a napokban, reklámozzák egy gyors vonatot, a kínai, ami 600 kilométer sebességgel van, de igazából Sángháitól nem is tudom melyik városig, csak egy pálya van nekik, mert több mint 150 millió dollárba kerül egy kilométer, és az a mágneses, nagyon nehéz kompozíció, ami rengeteg villanyáramot használ. Azt mondták, hogy egy kis paksi atomerőmű kell nekik, hogy ellássa ezt villanyárammal. A Skyway, a Unisky String technológia pedig minimum, megvannak itten, vannak ilyen adatok, amit meg lehet nézni, minimum néhány kilowattot használnak egy órán keresztül. Úgyhogy nem lehet összehasonlítani. A 1 kilométer, meg már ilyen 3-4 milliótól, de legfeljebb 10 millió dollár 1 kilométer. Most hasonlítsátok össze, 150 ezer vagy 8 millió, 150 millió vagy 8 millió dollár 1 kilométer. Ez nagyon nagy különbség. Ettől a projektől, Abu Dhabi projektől függ az, hogy mi lesz a következő fázisban. Azt mondja Alex Suhodev, hogy senki ma nem tudja, hogy mikor lesz a 14,3 fázis, de nagyon nagy a lehetőség, hogy mindjárt a 15. fázisra is megyünk. Én gondolom, ahogy satszoltunk is már egy 2-3 hónapja, hogy az év végig a finanszírozás már a 15. fázis is befejeződik, mert erre a nagy projektre 200 millió dollárt össze kell nekik szedniek, és ezt nem tőlünk akarják, mert ugye ez most egy nagyon nagy összeg nekünk. Úgyhogy, ha nem találnak befektetőt, akkor ki kell menni nekik a tőzsdére, már lehet, hogy januárba. Azt meg tudjuk, hogy 6 hónap után, akkor mi, mint kis befektetők is a tőzsdén el tudjuk adni a részvényünket. Van sok opció, hogy mi legyen. Most a napokban, ugye,
ott volt a Vladimir Maslov is, akkor ez a Vladislav Volkov, meg a Szolár Frantisek, a Junickival és a Nagyesdával tárgyaltak. Azt mondta a Szolár Frantisek, hogy 15, én nem jól értettem, néha angolul nem értem pontosan, múltkor, mikor mondta a Szolár, úgy értettem, hogy aznap lesz, közben ő aznap este indult, és elutazott Minszkbe, Törökországon keresztül, úgyhogy Minszkbe vannak még mindig, és amit tudok, ez erről a új információk, hogy miről tárgyaltak. Tárgyaltak a tokenekről, akkor tudjátok, hogy a Vladimir Maslov írta oroszországi nagyon sok polgármesternek, és egy egész delegáció polgármester voltak Sárdzsába, ez volt a felvétel azt hiszem múlt héten, vagy két hete meglátogatták, és ki akarják nyitni a oroszországi piacot, mert ez egy óriási piac, és van nagyon nagy lehetőség, meg igény rá. Akkor tárgyaltak a vietnámi projektokról, azt tudjuk, hogy múlt hónapban ők ketten, a Maslov és a Frantisek voltak Vietnámban, 4 napig tudtak tárgyalni, bár majdnem ott voltak 3-4 hetet, és a célprojektek finanszírozása. Azt tudjátok, ha befejeződik a 15. fázis, igazából a mi munkánk az alap tőkére, a Unisky String technológiára befejeződött, és mi itten nincs evel több munka, és én azt gondolom, hogy ez ahogy a Szolár Frantisek is, meg Alexei Szuhodajev is már említették, ugye ma olvastam, hogy az idén be akarják ezt fejezni. Nincs semmi 100% konkrét, de ez a tervük. És a 15. fázis befejeződés után a SkyWorld Community azt akarja, hogy a célprojekteket, a Skyway célprojekteket mi, mint hálózat, ugye majdnem 400 ezeren vagyunk, 200 országban és régióban, mi finanszírozunk. Most tudjuk azt, hogy lehet, hogy csak tokennal megy ez, és most még nem tudják, most lehet, hogy várjuk ezt az információt, mikor indítsak el a tokent. Van egy olyan lehetőség, hogy lehet, hogy a token csak akkor indítsak el, mikor az első célprojekt kész, ez akkor októberre tervezik, ugye ezt a 2,5 kilométert, akkor lehet, hogy még nem lesz a token addig is. Igazából úgy veszem, hogy még nem döntötték el. Na most ez a 2 napi tárgyalás, amit ottan megbeszéltek, akkor lehet, hogy okosabbak leszünk, ha majd a Szolár Frantisek nekünk, mint top experteknek tart egy ilyen konferenciát. Akkor tárgyaltak, ugye ezt mondtam már, a 15. fázis befejeződés, milyen opció van, és ja, még a Skandinávia és a Balti régió országokat, azt tudjuk, hogy a Vladimir Maslov ottan nem Lettországba, hanem Esztóniába, ugye Tallinnba, ottan egy célprojektet elindították, és azok is várják a certifikátot, minden engedélyt, hogy tudják majd építeni. Alex Szuhodajev erről beszélt, a tokenokról, hogy ez, ami nekünk megvan, ez a token, itten ezen a weboldalon www.account.swg.io, ez a link, ez megvan mindenkinek a webirodába, aki beváltotta a tokent, most aki nem, az nem tudom, hogy meg-e van, ott, amikor rámentek, ahol vannak a certifikátok, akkor ottan azt mondja, ön beváltotta a tokenját, és ezen a linken megtekinthető, oda be lehet menni abba a webirodába, és ott meg tudjátok látni. Azt mondja a Szuhodajev, hogy ezeket a mi tokenjainkat, ami már megvannak, ez a 100 000 részvényt beváltottunk 2000 tokenba, ami nem nagy jó buli lett,
de próbára megcsináltuk. Esztet ők beszeretnék majd váltani erre a SVG, ez a Security új tokenra, és ha lehetséges. Ha nem, akkor találnak majd valami más megoldást. Én beleegyeznék abba is, hogy váltsák vissza 100 000 részvénybe, mert az mai nap tudjuk, hogy mennyibe kerül. Úgyhogy semmi kifogásom. Itt van, én beváltottam az én 2000-emet, meg utána vettem még 100 tokent külön, ezt is próbára. Most nem lehet pillanatnyilag venni ezt, és én azt gondolom, hogy ez a token ez nem is megy majd a tőzsdére sehova, hanem ez az új security token. Úgyhogy mai napig nem tudunk még semmi konkrét, ha lesz új információ jövő héten, akkor meg lesz. Frantisokat megemlítettem, azt mondja, hogy nem csak ez a hologram csomag, hanem tárgyalnak majd, ahogy a Irina Volkova említette, minden hónapban akarnak új valamilyen akciókat bevezetni, és hogy érdekes legyen mindenkinek a csomag vásárlása. Úgyhogy ezt is most várjuk, még nem kaptam információt. Sokszor küldenek nekem partnerek, meg hogy hogyan lesz majd kifizetve. Ugye a GTA-n keresztül megy majd az egész, mert ez a korporációnak ugye a fő cége, és a három holdingon keresztül a holdingba be vagyunk jegyezve, mint részvénytulajdonosok, és a nettó 20% az a minimum, az a garantirano, amit ideírtak, minimum 20% a nettó jövedelem, annyit fizetnek ki, mint osztalék. Ez egyszer úgy számolta ki a Maslow, hogy mennyi is volt az, ha 100 000 részvényünk van, és ezer dollár osztalékot fizesek ki a cég, abba az éve 57 milliárd dollárnyi forgalom kell, hogy legyen. De ez igazából nem egy jó kiszámítás, mert mikor elindulnak az első projektek, akkor ott már nem épít a Skyway, mert tudjuk, hogy 100 évig működik ez a technológia, és 50 év garanciát ad a Skyway, hogy ez működik, ha jó karban tartsák, és minden célprojekt hoz egy plusz bevételt, mert ha napi 50 000 utas megveszi azt a 1 vagy 2 dollárt, akkor az is már 100 000 dollár napi forgalom. És ha vannak olyan projektek, ahol lehet, hogy 500 000 ember is átmegy egy nap, akkor ez rengeteg bevételt hoz. És ez, ami hozza az osztalékot. A építkezés az is oké, hozza, de nem annyit, mint mikor kész lesz a célprojekt. Ezért az osztalék eleinte kevesebb lesz, de fokozatosan minden évben az biztos tudjátok, hogy növekedni fog. Mert nem hiszem el, hogy egy évben lesz egy X forgalom, és jövő évben kevesebb lesz. Mert lesz még 1, 2 vagy 10 új projekt, és az emberek mindig fognak utazni, és most a következő 10-15 évben nincs valami technológia, ami megjelenik, és elhódítsa a világot, és mindenki avval fog majd utazni. Mi nagyon nagy konkurencia leszünk a légitársaságoknak, a vonatoknak, a taxizóknak, busznak, metrónak, mindennek, mert elvesszük a kuncsaftukat. Ezek a transport technológia régió és város szervezet és gyártás, ugye Anatoli Junicki, és akkor a Viktor Harach, Andrei Zajcev és Mihail Szilin.
ők a fő vezetők, akik ez a konstrukcióval foglalkoznak. Ez Minskben van. Akkor kicsit a technológiáról, hogy milyen szélesek ezek a Unicontok, milyen hosszú, ezt tehát minden lehet olvasni különböző weboldalokon. Kívülről úgy néz ki, és itt meg lehet látni, hogy ez nem csak egy olyan, hogy mondják, vagon, amit húz a mozdony, hanem egy igazi szerkezet benne van, minden technológiával kint van az anténája, klímaberendezés, fűtés, hűtés, motor saját, úgyhogy ez nagyon-nagyon különös technológiával épülnek ezek a járművek. Az igaz, hogy nincs kormány, az még egy plusz technológia, ami még nem létezik ilyen módon. Vannak már egy-két autók, akik mennek 15-20 km sebességgel a városba, automatizált taxik, de ha valaki gyalog megy, kicsit fut, akkor már utoléri a biciklisek, meg kikerülik ezeket a taxizókat. Ez egy teljesen új rendszer, ami városba akár 150 km sebességgel is utazhat, és tudjuk, hogy a Unilett, amit itten már legyártattak egy pár darabot, ami jövőre már akarják építeni Abu Dhabiban, meg tesztelni őket. Most idáig csak ezen a rövid pályán tesztelik Marina Gorkába, de ott is várják még néhány engedélyt, hogy az első 40, utána 60 kilométert is majd építsék, és itt is le lehet tesztelni őket. Úgyhogy fokozatosan mennek, majd kérik a, nem tudom, 150, akkor 250, 350, és akkor a 450 kilométer sebességet akarják megkapni. Későbbiekben, mivel ez úgy van legyártva, és ugyan kitalálva, hogy 600 kilométerre menjen, de a 500 kilométer az lesz neki a limitált maximumja, amivel fog majd szágulni. A Marina Gorkában ugye megvannak ezek a pályák, nagyon sokan már voltatok ottan, itten meg lehetett ismerni a technológiát, akkor találkozni az egész világról, Dél-Amerikából, Dél-Afrikából is voltak, Vietnámból, mindenhonnan jöttek az emberek, legtöbbnyi befektetők, akkor vezetők, akik meg akarták látni, hogy milyen technológiába fektették be a pénzüket, és én tudom biztosan, ottan nem volt olyan személy, aki csalódott volna, vagy azt mondta volna, ez nem jó, ez gagyi, vagy valami, hanem mindenki örült, mindenkinek a foga látszott, mikor fényképezkedtek, meg főleg mikor bementek és utaztak ezekbe a járművekbe. Mindig volt egy kis sor, tavaly előtt, mikor voltunk, akkor nem kellett sokat várni, de egy évvel előtte volt, aki másfél órát is várt, de mindenki azt mondta, hogy ez érdemes volt várni. Ugye mi is voltunk ottan, meglátogattuk, megnéztük ezt a technológiát. Az, ami nagyon fontos, hogy ami egyszer le volt rajzolva, ki volt tervezve, a jobb oldalon, az a bal oldalon meg lehet látni, hogy kiépítették, és a Unicki ezt ilyen rövid idő alatt felépítette ezt az egészet. Ha összehasonlítom, ugye nálunk van Zagreb környékén, Sveta Nedelja, egy elektromos autógyártó, úgyhogy hogy Rimac, és másfél meg 2 millió euróba kerülnek az autójai, most a Bugattit is átvette, de 8 évig ő csinálta, és még nem indult el a sorozatgyártás. 8 évig. Annyi támogatást kapott, nem tudom mennyi, 8 millió eurót, és neki is van már 400-500 munkása,
Még mindig nem indult el a sorozatgyártás. És mit kellett csinálni? Egyetlen egy elektromos autót. Igaz az, hogy luxus, meg rettentő nagy gyorsulás, meg nem tudom, 1500-2000 lóerő. Több mint 50 nemzetközi szabadalmakat kapott, levédett a Junicki, és igazából ők 2014-ben kezdték fejleszteni, és ha összehasonlítsuk a Teslát is, ugye, ők is csak két-három autójuk van nekik, már kész a pálya, az aszfalt megvan minden, megvannak a kerek technológia, megvan milyen ülés, kormány, minden megvan, ezt nem kellett csinálni, csak megvenni valakitől, vagy lemásolni. A Skyway-ban meg teljesen minden nullától kezdődött, előbb a fejbe, utána papírokon, akkor betették a számítógépbe, használtak ezt a francia Dassault-szisztémet, ahol olyan részet, alkatrészt le lehet gyártani, ami már 99% nem kell semmit javítani, finomítani. És ezt két-három évet meg lehet lerövidíteni egy-két hónapra. Ez döbbenetes, és nagyon jó, hogy így indultak. Már 36 épületük van, ugye megvan a gyártás, a sorozatgyártás is, el van teljesen készítve. Ezt már majdnem 2 éve, másfél éve elkészítették. Akkor megvan az irodaház, ez a Skyway Plaza. Itt láttuk most a frantiseket, hogy itt lefényképezkedtek. Sok szerződés, olyan, mint a közlekedési minisztérium Dubáival, úgyhogy nagyon-nagyon előre haladtak. Annak időben, 2019-ben, akkor én is elmentem a szlovén csapatunkkal, és egy kis busszal, nem tudom, 20-20-valahányan voltunk, elmentünk, megnéztük, hogy hol készül ez a sárgyai. Rengeteg homok volt, és legtöbbnyi homok volt, és ilyen képeket lehetett akkor látni, ami ma már hónapok óta működik a Unicont, és itt vannak ezek a dolgozók, akik ott vannak minden nap, akik ezt építik, ez nem tudom, egy-két cég. Felépítették már a faházat is, egy gyönyörű, ide hívják majd a kuncsaftokat és azt a delegációt, már működő, és itten mindent ki lehet próbálni, le lehet tesztelni. Ezeket a képeket már meg lehet látni mindent interneten. És ami nagyon fontos és különböző, ez az Intelligent Control System, hogy teljesen automatizált, nincs lehetőség, hogy összeütközzenek, különleges állomások vannak, úgyhogy azt nem említettem már régóta, hogy megvan minden járműnek, hogy mikor megérzi, hogy közel jött valamik, már akármi tárgyak, akkor automatikusan megáll, vagy lelassít, attól függ, hogy az a jármű megye, vagy áll. Úgyhogy ezt egy belső ilyen rendszerbe most tesztelték, ugye megvannak most a éjjeli, nappali tesztek is, és megkapták a certifikátot, úgyhogy utas szállításra megvan, már ott is. Amire rájöttek, hogy különböző gondok, amik vannak a vasútra, Emirátusban, az a homok és a só, ami van a levegőben. Ott nem száraz a levegő, én azt hittem olyan, mint Las Vegasban, ott mindig csak innom kellett, nem tudtam úszni a medencébe. De itt igazából párás a levegő, és építettek különböző olyan lefolyót is erre a VIP Unicarra,
ami lefújja ezt a port, a homokot. Úgyhogy érdekes és nagyon nagy kihívások. Én gondolom, hogy Junicki is mennyire pozitív, meg nagy ember, meg nagy mérnök, meg minden ilyen nagy tudós, de biztos, hogy egy 20-30-szor őneki is úgy jött, hogy ezt a problémát nem lehet megoldani, például a faházat, mert nincs engedély erre, külön a sejtől kapott engedélyt a faházra, meg mikor lefúrtak 30 méter mélyre, meg hogy van-e valamilyen szikla, vagy valamire, ami hozzá tudják kötni, homokot találtak. Úgyhogy nagyon nagy kihívások vannak, de látjuk, hogy halad. Egy kihívás a pandémia. A tavalyi év azt mondják, hogy 50-60% építési cég bedőlt, csődbe ment, csak Dubajba. És akkor lehet látni, hogy a Skyway mégis megmaradt, és az a fontos, hogy nem voltunk kint a tőzsdén. Ha tavaly vagy tavaly előtt a cég kiment volna a tőzsdére, akkor én gondolom, hogy egy nagy keresztet vetettünk volna, és mindig megvan az oka, ha valami megtörténik, vagy valami nem történik meg. És ez így van, és azért nem kell idegeskedni. Reméljük, hogy a jövő év jó lesz. Ugye így néznek ki majd az állomások, Abu Dhabi, Dubaiba, akkor Sharjahba, akkor átmenni, ez a Khan Fakhari út, ezt már mindet tervezik, és egy nagyon modern, és ami nagyon fontos, hogy nem lesz várakozás. Senki ma nem szeret várni. A repülőtéren mindig legtöbbet várunk. Egyszer utaztunk Minskbe, és 7 órát vártunk Varsóba. Őrület. Egy óra hossza az oké, még az ember elmegy a mosdóba, vesz valamit, megész egy kávét, az oké. De egy ilyen Skyway-nál ez lehet, hogy még 5 percet se kell várni a legmesszebb útra se. És nincs az, hogy most csekkelés, akkor ilyen, olyan, nem szabad betenni a fél literes vizet, hanem ott kell megvenni, ahol 5-6 euróért árulják, kint meg lehet, hogy 1 euró vagy fél euróért megkaptam volna. Sok újságíró meglátogatta, és ami nagyon érdekes, ez a szaúd-arábiai miniszterek, meg üzletemberek, aki a Airi-nek a igazgatója, az a legnagyobb építkezési cég Szaúd-Arábiába. Ők ott voltak, és meglátták ezt a technológiát. Azt tudjuk, hogy ez a NEOM, ez a lineáris város, amit most már 2020-ban kitervezték, akarták is már építeni. Bejött a pandémia, úgyhogy az idénre tervezik ezt az egészet. Úgyhogy a Skyway-ba ugye már 50 ezer embert egy óránként lehet átvinni, és 10 centért 1 kilométer. Szóval, ha megyünk 10 kilométer, az 1 dollárnyi lesz, az 300 forint 10 kilométer. Én azt gondolom, hogy a buszok is, a városi buszok Budapesten biztos, hogy drágábbak ettől, mert nem kifizető neki. Akkor a NEOM az egy óriási város lesz, és tudjuk, hogy a Szaúd-Arábia milyen nagy ország, és legnagyobb gázolaj gyártó a világon, legnagyobb cégük is van, ők ezt meg akarják csinálni, és 1 millió lakósa lesz erre a NEOM országnak, és 170 kilométer hosszú lesz a város. És ide nem akarják beengedni az autókat, teljesen tiszta természetbe
érintetlen természetbe lesznek, élnek az emberek. Itten nem tudom, úgy látszik, senki még nem él, úgyhogy most akarják eztet mindet felépíteni. És mi az érdekes, hogy a Skyway-nek teljesen mindene megvan erre. A lineáris városok is egy teljesen 100% ekológiailag tiszta, villanyárammal működhető, és teljesen automatizálva. Pontos azt, amit ők akarják. Képzeljétek el, hogyha Skyway itten aláír néhány nagy szerződést, hogy milyen nagy híre lesznek. Ezt tudjuk most, hogy már mennyire az újságírók, meg a tévé, meg mind az interneten, hány helyen már megjelenik a Skyway. Amerika, Kanada, most valamelyik nap Románia, India, az egész világról. Ez a csoport, ezek vezetik ottan a Sárgyába a projektet, úgyhogy most két különböző csoport van. Ezt a Oleg Zarecki, eztet halljuk mindig az interjúban, és ők vezetik ezt a sárgyai projektet. A Sheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, ez a sárgyai sheikh, ő meglátogatta, nagyon tetszett neki, beszéltek arról a 10,4 kilométeres célprojektről, úgyhogy most, hogy meglesznek ezek a certifikátok, akkor azt tudjuk, hogy két projektet építenek, ötöt akarnak az idén összesen elindítani és építeni, és jövőre legalább 10-et. Ez a VIP Unicar, amelyik most a plusz 45-ön Dubajba 20 fokra le tudja csökkenteni a hőmérsékletet a kabinokba, és nagyon kényelmes utazás. Ez a Kaur Fakan, amit az újságírók is már említenek, ez a teherszállítás 130 km, és még a Kaur Fakan városában is vannak külön projektek, ami mondták, hogy 15 méter magasra lesz, és 200 méter lesznek az oszlopok, akkor a konténerek 35 tonnáig, és ez össze lesz kötve a hajó kikötővel, ahol automatizálva 24 óra alatt ki lehet rakodni, vagy berakodni a hajóba. Ez a Hussein al-Mahmoudi igazgató. Ha jól tudom, ő is most meg volt hívva, és nem láttam még képet, ő is Minszbe, a Marina Gorkába meg lett hívva, és azt mondta, hogy elmegy. Nem tudom most melyik dátum, most erre az találkozóra, vagy máshova, de ő is ott lesz, vagy volt. Akkor már tudjuk, hogy az amerikai projektekre is már amerikaiak is elkezdtek érdeklődni, ez majd külön egy amerikai céget fognak kinyitni, és például egy autózás Bostontól Los Angelesig, ami majdnem 5000 kilométer, igazából 44 óra vezetés, ezt kell egy hét, és a Skyway-jal ezt egy olyan 10 órába meg lehetne oldani. Úgyhogy ez is egy érdekes. Akkor vannak itt még Dubajban, ugye több tervek, ez a Jebel port, az a kikötő, a Al Maktoum nemzetközi repülőtér, és a nagy dubai új repülőtér. Azt hiszem, hogy a legnagyobb a világon, igen. Oda, ott voltunk mink is. És akkor ez, amit említettem, a Kaur Fakan, ahol még külön itt a városba mennek ezek a városba a kikötőt, meg mindet összekötni a Skyway-jal. A világ kiállítása, azt tudjuk, hogy októberben a Nadezhda bejelentette, hogy 182 napig ott lesz a Skyway az Expo-n, október 1-től március 31-ig, aki megteheti, az látogassa meg, mi majd megszervezzük. Ja, ez volt még a téma, ezt nem írtam fel,
hogy mikor lesz az expo, úgyhogy nagyon várom a Ferit, hogy mondja el mind a újdonságokat, mert ha, ahogy megtudjuk a dátumot, akkor elkezdjük szervezni, aki Dubajba ugye el szeretne menni, vagy meglátjuk, ugye az volt a terv tavaly, hogy egy hajóutazás, és akkor két nap Dubaj, és akkor utolsó nap megint harmadik nap Dubaj. De mivel a hajóutazás most kicsit másmilyen lett, nem lehet a hajón sétálni maszk nélkül, nem lehet táncolni, nem lehet nézni a ilyen műsöröket, majdnem a medencébe is mind, nem tudom, kinek van kedve. Igaz, hogy olcsó, mert 3-400 euró 7 nap teljes ellátással, de lehet, hogy majd úgy szervezzük, hogy egy 5 napot, 6 napot ott Dubajba, biztos, hogy a Expo lesz a legérdekesebb dolog, meg a Dubai Mall természetesen, ahol ott lehet látni, nem tudom mennyi, mi egy nap voltunk ottan 7-8 órát, de 10%-ot nem néztünk át, az biztos. A Dubai város és a emirátusi városok így fognak kinézni, egy-két év múlva épülnek a új Skyway projektek, és ahogy már többször mondtam, ez nekik nagyon fontos, mert ők a turizmusból, meg a üzletből sokkal több pénzt, több bevételük van, mint ugye a gázolajból. Gyönyörű kilátás, nekünk meg az a célunk, hogy minél több ilyen certifikátot, minél több szám legyen itten, legalább 100 000, aki megteheti, legalább 1 000 000, vagy még több is, és én tudom, már pár 100 000 részvénnyel lehet, hogy mindenki megbiztosítsa az életét, akinek 1 000 000 vagy több van, az természetesen a családját is, és biztos vagyok benne, hogy ez a legjobb befektetés sokunknak. Vannak nagy kihívások, vannak olyanok, hogy egy hónap alatt 200%, de sajnos 95% üzlet, 6 hónap múlva, vagy egy év múlva bedől, és nem szabad ilyen helyekre befektetni a pénzünket. Skyway egy igazi, reális projekt, ebbe a 45 percben meg lehetett látni, hogy mennyire fejlődött. Igaz, hogy mindannyian türelmetlenek vagyunk, de megcsináljuk végig. Itt vannak a kihívások. Nekünk nincs annyi kihívás, de Junickinak meg a csoportnak biztos, hogy van, mert rengeteg gond lehet, meg törvény, amire mindennek meg kell csinálni, hogy tökéletes legyen, hogy el tudják adni ezt a technológiát. De itt vagyunk most már vége fele. Mindenkinek jó egészséget kívánok, kitartást, erőt, és szép hétvégét, és kitartás, hogy 48 percig hallgattatok. Köszönöm szépen, jó éjszakát, sziasztok!